Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szívgyógyulás, így hívom ezt a jóslást. Mit tudsz annak érdekében tenni, hogy jobbra forduljanak a dolgok, hogy ő nyitottabb legyen és beszéljen érzelmekről? Egy szívgyógyulás, vagy egy szívüzenet. Ez a kép itt bal oldalon utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt megjelennek a kelyhek, és a kelyhek utalnak érzelmekre. Tehát ez a férfi szeret téged. A hetes szám itt ezen a képen összefügg a hold energiájával. Az jelenteti az, hogy megvannak nála a vágyak, a remények, vagy hogy te megjelensz az ő álmaiban. És itt vagy látható ezen a kártyán, tehát te állsz nála a középpontban, ami az érzelmeit illeti. A kérdés csupán az, hogy beszél-e erről. És most megnézzük azt, hogy mik az ő gondolatai és mik az ő tervei, ezt mutatja itt ez a kártya. A 10-es szám tényleg arra utal, hogy lesz köztetek egy új kezdet, amikor egy új periódus indul. Itt keresget még valamit, de szeretne felmászni erre a fára, és így felülről tekinteni a dolgokat. Így tovább lát. Tehát vannak olyan tervei, ami nem csak a közeljövőt illeti, hanem a távoli jövőt is. Vagy szeretne átlátni a dolgokon. Azt is jelentheti, hogy azt akarja elérni, hogy te felnéz rá. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy keres új munkát, egy lehetőséget, ahol így felül van, tehát megvan nála ez a hivatás, vagy hogy mások felnéznek rá. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Az ő érzelmeiben te állsz itt is a középpontban. És ez a kála virág utal a te tisztaságodra, a te ártatlanságodra, vagy arra, hogy ő szeretne tisztázni veled valamit. Miről van szó? Erre utal ez a korbács, ezek fájdalmak. Az lehet, hogy te megbántottad őt, és emiatt ő visszahúzódik, és arra vár, hogy kérj bocsánatot tőle, vagy ő bántott meg téged, elnyomja kicsit az érzelmeit, de megvan nála ez a kívánság, hogy veled tisztázza ezeket a dolgokat. És hogy hat mindez rád? Az a fontos, hogy te légy itt ez az uralkodó nő. És mi felett uralkodsz? A tűz eleme felett, és az utal a te bátorságodra. Akkor is, ha kihívások vannak, ne rohanj el előle, hanem mondd ki a véleményedet. De mutasd ki azt is, ami téged lelkesít. Amit a tűz eleme még jelenthet, az a testi kapcsolat. Ugyanúgy, mint ez a kártya, ez a virág. A lunomált kártyáknál szimbolizálja a szexuális témákat is. És ez összhangban áll itt a tűz elemével. Az lehet az ő vágya. Vagy ezzel tudnál javítani a helyzeten, ha lenne ez a közeledés kettőtök között. Ez a kártya itt azt mutatja, hogy légy bátor, menjenek előre a dolgok, vedd kezedbe a dolgokat, és hozz fontos döntéseket. Erre utal ez a kard. Ezen a képen a levegő eleme érezhető,
és az utal a könnyűségre. Itt bátorságról van szó, itt pedig könnyűségről és kommunikációról. Azon kívül beszámolhatsz arról, hogy mi a terved, mit szeretnél megvalósítani, milyen ötleteid vannak, és mutasd ki a bátorságodat. Tehát, hogy te a tettek embere vagy. Mi az, amiről nem szabadna beszélni, azt mutatja itt a kártya. Itt újra egy új kezdetről van szó, ugyanúgy, mint ittennél a 10-es számnál, amikor egy új periódus indul az életetekben. Itt a családról, családalapításról és érzelmekről van szó. Ne beszélj érzelmekről, hanem várj arra, amíg ő lesz nyitott érzelmekről beszélni, amikor ő említi meg azt, hogy szeretne veled együtt egy új kezdetet, és le akarja zárni a múltat. Erről nem neked kell beszélni, hanem neki. És akkor mi az eredmény? Az itt látható, ez a szerelmes pár, mint Rómeó és Júlia. Itt van a hold, ami utal mély érzelmekre, a vágyakra és az álmokra, minden olyan romantikus, és a Vénusz bolygó szimbóluma is látható, és itt szerelemről, párkapcsolatról van szó. És én kívánok hozzá nagy sikert, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!